Ebben a mai kor elvárásainak megfelelő modern irodában a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hallgatói művészei által készített festmények, szobrok kaptak helyet. Az iroda különlegesen mai jellege és a hozzáillő művészi alkotások kiválóan megtalálták egymást. A Pécsi Egyetem nemrég egy aukciót hirdetett, melyen művészeti karos képzőművészeti alkotásokat árverezte. Idézte fel a kezdeteket Armbrusz Simon ügyvezető. Ennek apropóján jutott az eszünkbe, hogy nem biztos, hogy ez egyébként az egyetemnek mindenben annyira jó, hogy ezek az egyébként egyedülálló műalkotások kikerülnek az egyetem tulajdonából, és arra gondoltunk, hogy nem lehetne műalkotásokat bérelni a művészeti karról, úgyhogy ezzel kerestük meg őket, hogy nyitottak lennénk arra, nagyon sok olyan felületünk van az épületben, ahol el lehetne helyezni műalkotásokat, és hogy van-e az ő részükről erre nyitottság, és maximálisan volt az ő részükről erre nyitottság. Úgyhogy ennek az eredménye lett az, hogy ennyi műalkotást el tudtunk helyezni ebben az épületben. Ezzel a mai rendezvényel igazából az a szándékunk, hogy más gazdasági szereplőknek is felhívjuk a figyelmét arra, hogy tudnak együttműködni a művészeti karral, és nem csak már meglévő műalkotások bérlése kapcsán, hanem adott esetben akár egyedi műalkotásokat is lehet kérni a művészeti kar részéről. Itt a saját szempontunkból volt ennek egy kettős célja, tehát nyilván az esztétikai környezetünket is szerettük volna javítani. Másrészt azt gondolom, hogy van ennek egy edukációs célja is. Nagyon sok fiatal kollégánk van, aki ide költözött Pécsre. Nem feltétlenül ismerik a város gazdag művészeti múltját, örökségét, és szeretnénk megismertetni velük azt, hogy milyen nagy múltra tekint vissza Pécsnek a képzőművészeti öröksége, és hogy ebben milyen fontos szerepe van a művészeti karnak, és ezáltal reméljük, hogy sokkal nyitottabbak lesznek a művészetek iránt. Ezek a doktori iskolának a tulajdonában vannak ezek a képzőművészeti alkotások, amelyeket egyébként közösen választottunk ide, nagyrészről egyébként a kar munkatársai tettek javaslatot arra, hogy melyik helyre, melyik műalkotást tudják leginkább elképzelni, és egy határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttünk ezekre a tárgyakra. Tehát minden évben támogatjuk tulajdonképpen ezáltal a fiatal művészeket és a művészeti kart. Ez a látvány nem véletlen, ugyanis mostantól együttműködik a PTM Művészeti Kar és a Pécsen található biotechnológiai vállalkozás. A felek fontos szempontnak tartják, hogy a kommunikációs tevékenységgel láthatóvá váljon a helyi lakosság, vállalatok számára a sikeresen megvalósult művészeti együttműködés. A kar már régebb óta kapcsolatban van különböző cégekkel a régióban. Most az egyetemi modellváltással összefüggésben ezt a felületüket is igyekeztek bővíteni, mondta a kar dékánya Lengyel Péter. Egy olyan partnerre lehetünk, aki nem csak fogadókész volt a műveknek a befogadására, hanem egy olyan, azt tapasztalhattam, hogy egy olyan munkai kultúrát képvisel, amely számunkra is inspiráló volt. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy itt a vállalatnak a helyszínén felállítottuk ezeket a munkákat. Olyan minőségben gondolkodnak, nem csak a partnerség, tehát a saját céges partnerházatok kapcsán, hanem a munkatársaik szempontjából is, hogy olyan munkai környezetet kívánnak létrehozni, ahol most itt kiderült, hogy a művészetnek nagyon komoly teret kínálnak, és nagyon komolyan gondolkodtak abban, hogy itt olyan művek kerüljenek elhelyezésre, amelyek tulajdonképpen a mindennapi életet, munkát nagyban, hát hogy mondjam, más dimenzióba helyezik majd. És erre nagyon komoly hangsúlyt fektettek, nagyon alaposan körbejártuk azt, hogy milyen munkák hova, hol, hogyan kerüljenek elhelyezésre. A részletekig menően partnerek voltak, és örömmel hallottam a észrevételéket, a megjegyzéseket, tehát öröm volt kitalálni ezt a koncepciót és itt a munkáknak az elhelyezését, úgyhogy nekem is nagy élmény volt velük dolgozni. Inkább olyan műveket próbáltunk elhelyezni, amelyek kültérbe kevésbé, tehát a anyagiságuk okán nem olyan anyagból készültek, és itt viszont olyan belső terekre lehetünk, ahol beltéri szobrokként elhelyezhetőek voltak, illetve a nyilván hoztunk 4-5 képet is, aminek az elhelyezése azért ilyen szempontból könnyebb volt.
hallgatókat tekintve pedig abszolút vegyes, tehát graduális hallgató, doktorandusz, sőt, olyan volt hallgatói munka is van, akinek a szerzője már oktatónk, tehát hogy vannak itt régebbi munkánk is. A szempont mondom az volt, hogy ebbe a munkai közegbe, ebbe az épületbe melyek azok a munkák, amelyek megtalálják a helyüket. A PTM művészeti kar oktatói és dolgozói elkötelezettek olyan művészi életforma kereteinek közvetítésében, amely a társadalmi kulturális környezet formálására is képes. Az együttműködés sikere hozzájárul ehhez a folyamathoz. A felek az ünnepélyesen megkötött együttműködést egy tárlatvezetéssel mutatták be a jelenlévőknek.